Köszöntöm nézőinket, Jela Jászmin Grész vagyok, és mutatom, mit kínálunk a mai Cikádor magazinban. Esélyegyenlőségi fórumot tartottak Bátaszéken. Ezúttal a tájházat járta be a Könyvbarát Klub. Lampionos felvonulást tartottak Márton napján. Sikeres évet ünnepeltek a felvidékiek. Egy teljesen új HEP, vagyis helyi esélyegyenlőségi program összeállítására hívták össze az illetékeseket Bátaszéken. A fórum során a program által támogatott hátrányos helyzetű lakosok hátterét megismerve tűztek ki olyan célokat, amik könnyebbé tehetik a rászorulók életét. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény értelmében minden települési önkormányzatnak rendelkeznie kell 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal. Emiatt gyűltek össze a meghívottak a Bátaszéki Városházán november 9-én. Minden településnek jó, hogyha van egy ilyen esélyegyenlőségi programja, viszont egy programot kizárólag az önkormányzat nem tud önállóan összeállítani. Ehhez szükség van arra, hogy a településen, vagy a környezetünkben élő vezetők, vagy akik szociális területen dolgoznak, vagy bármilyen emberekkel foglalkoznak, a fórumon részt vehessenek, és a véleményüket, vagy ötleteiket megoszthassák velünk, hogy mi egy jobb programot tudjunk összeállítani. Egy ilyen helyi esélyegyenlőségi program 5 évre szól, 5 évre készül el. Hát igazából nagyon jó lenne, ha évente legalább 1-2 fórumot tudnánk tartani, de sajnos ez idáig ilyen rendszerességgel nem működött. Az elkészült HEP programot 2 évente viszont kötelezően felül kell vizsgálni. Most egy ilyen fórumot kellett tartaniuk, de az elmúlt 2 év eseményei miatt úgy döntöttek, inkább új programot fogalmaznak meg. Az esélyegyenlőség különböző csoportokat emel ki, például a mély szegénységben élők, romák, fogyatékkal élők, nők, gyermekek, idősek. Ezeket a csoportokat, akik valamilyen módon, vagy valami olyan élethelyzetbe kerültek, hogy hátrányos helyzetben vannak más emberekkel, vagy csoportokkal szemben, vagy mellett. Őnekik az ő helyzetüket átgondolva, megismerve, átbeszélve próbálunk olyan célkitűzéseket, terveket készíteni, ami előre mozdíthatja azt, hogy az ő életük is jobbá válhasson, vagy könnyebbé válhasson. Nagyon nagy támaszunk és fő támaszunk a családsegítő szolgálat, a gondozási központ. Ők azok, akik a leginkább átlátják azt, hogy ezen a településen, mert ugye minden településen nagyjából hasonló helyzetek alakulhatnak ki, de azért tudjuk, hogy az országnak a más részein is vannak súlyosabb, meg már kevésbé súlyos helyzetben lévő területek esélyegyenlőség szempontjából, és tehát erre támaszkodunk leginkább, ami a gondozási központ látómezejébe vagy tevékenységi körébe tartozik. Többnyire ugye mentális segítséget és anyagi segítséget is jelent ez, vagy támogatást abban kapcsolatban, hogyha valaki szeretne valamit csinálni, de egyedül képtelen rá, akkor mi az, amit mi hozzátehetünk, hogy mégis lépjen egyet előre. A helyi esélyegyenlőségi program nem emberekről, hanem csoportokról és folyamatokról szól, tette hozzá a referens. Itt nem azt jelöljük ki, hogy segítünk egy bizonyos embernek, hanem segítünk folyamatosan bizonyos csoportoknak bizonyos helyzetbe, és akik közben a látómezőbe kerülnek, vagy segítségért jelentkeznek, azok tulajdonképpen belesimulnak a programba. Én úgy gondolom, hogy ahol jól működik a szociális ágazat, ott a HEP az egy szép keretet vagy formát ad ennek az egésznek. Mindig jó, amikor egy fórumon összeülnek emberek, és az ötletek tényleg megvitatásra kerülhetnek, mert sok olyan gondolat kerülhet elő, ami amúgy a hétköznapokban, hogyha csak 4-5 ember dolgozik együtt, vagy találkozik, itt azért találkozhatnak olyanok is, akik csak egy évben egyszer vagy kétszer találkoznak a HEP-nek. A statisztikai adatokon, a környezetelemzésén kívül a legfontosabb része az az intézkedési terv.
mert ugye hiába beszélünk valamiről, ha nem tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, akkor abból nem lesz semmi. És az intézkedési terv az, amit ilyenkor átbeszélünk. Megnevezzük a feladatokat, megnézzük, hogy milyen lehetőség van arra, hogy ezeket a feladatokat megvalósítsuk, határidőt tűzünk ki, és akkor végül is ez az alapja annak, ahogy ezt a programot működtetni tudjuk együtt. Az új HEP azonban csak akkor lép életbe, ha azt a város képviselőtestülete is megszavazta. Erre azonban leghamarabb november végén kerülhet csak sor. De szerintem azért ez egy szép feladat. Bár lenne több időnk rá, hogy mélyrehatóbban és még több fórumot megtartva tudjunk erről beszélni. Minden hónap második péntekén találkoznak a Bátaszéki Könyvbarát Klub tagjai. A csoport legutóbbi programján a felújított tájházba látogatott el, majd a művelődési házban folytatódott az esemény. Mi lehet még igen ilyen lukas az érdekében? Igen, a nagyságából. Na, valami ötlet? Ezúttal a helyi tájházba látogatott el a Bátaszéki Könyvbarát Klub. A csoport egyébként abban az időben alakult, amikor még a televíziókból nem volt választék, és nagyon sokan olvastak, jártak a bibliotékába. A klubot Izsák Irén könyvtárvezető alapította, sok lelkes olvasóval. Ki mit olvasott, arról a könyvről számolt be, röviden is ajánlotta a többieknek. Egyre több nyugdíjas pedagógus, nyugdíjas óvon került a csoportba, sőt, hát önkormányzati dolgozók is. És hát én is, amikor nyugdíjba mentem, akkor hívtak, hogy menjek, gyakran jártam könyvtárban, nagyon szeretek olvasni, és amikor a Magdi beteg lett és lemondott a vezető, akkor már nem egyedül, hanem egy háromfős vezetőség, így vállaltuk el, hogy akkor így egymást segítjük. A két másik kolléganők már régebb óta voltak, mert hát én fiatalabb vagyok valamivel, és akkor azóta így. A név megtévesztő lehet, ugyanis a Könyvbarát Klubban nem csak olvasással telnek a programok. 3-4 kirándulást is tervezünk minden évben, megbeszéljük, januárban mindig megbeszéljük az éves programot. Tavaly ugye nem tudtunk menni, és akkor az idén egy kicsivel több voltunk Herceg-Szántón, ott egy egész napos kirándulásunk volt, a Mária szobornál a misét is megnéztük, Gerezslakon voltunk, nagyon szép egyébként az is, a Gözgombóc és a múzeumok megtekintése, Mohácson voltunk a Taposó Malomba, ami egy nagyon csoda, szóval ez egy nagyon érdekes, egy fiatalember és az édesapja viszik, az is nagyon csodálatos volt. Nagy Ferencné már több évtizede tagja a közösségnek. Ahogy nyugdíjba mentem, akkor még korán lehetett nyugdíjba menni, azóta rendszeresen járok, szeretek oda menni. Egy közösség, ahol sok mindenről lehet beszélgetni, és hát mindig is szerettem olvasni az irodalmat, verseket, és azt hiszem, hogy ez egy megfelelő terep és lehetőség arra, hogy hát ebben részesüljünk és részesítsük egymást itt. A mai napnak is, ahogy említette Anikó, is volt egy ilyen feladat, a verskeresés, amiben én mondjuk formabontó leszek, mert az őszi verseket kell, vagy őszi versekről beszéltünk, de tegnap találkoztam azzal a ténnyel, hogy Radnóti, aki egyébként a kedvenc költőm, hogy két nappal előbb volt a halál évfordulója, és hát én most például arról szeretnék majd egy kicsit beszélni a Nem térképet állj verse kapcsán. De nem csak irodalom, hanem úgy érzem, hogy már egy közösségé kovácsolódtunk. Ismerjük talán egy kicsit egymás gondját, baját, mindig örülünk egymásnak. Soha nem kell noszogatni, hogy gyertek el, mindig majdnem telt ház van. Jó dolog. Több évtizede van, és azt remélem, hogy még sokáig lesz, hogy az utánunk jövők is majd folytatni fogják. A tagok minden hónap második péntekén találkoznak. Kitaláltuk, hogy most nem régen újították fel a tájházat, volt, aki még nem is volt a tájházba, és akkor, hogy eljövünk megnézni, és utána a művelődési házba egy zsíros kenyér, hagymás zsíros kenyérrel, libazsírral megkentük már a kenyereket, és akkor oda megyünk és beszélgetünk. Rengetegen részt vettek a már hagyományosnak számító mártonnapi felvonuláson. A bátaszéki óvoda idén visszatért a kezdetekhez, és lámpás felvonulást szervezett az intézménytől a piac térig, ahol zsíros kenyérrel és meleg teával várták az érdeklődőket.
Elindult a hagyományos mártonnapi felvonulás a bátaszéki óvodából. Az intézménybe járó gyerekek, szüleik, az óvónők és a dadusok is részt vettek az eseményen. Kardos Fanni elárulta, túl vannak már egy műsoron is. Felléptünk a pannával valahova is, a Gina nénihez, és sétáltunk. Mert volt libás kocsi, és azt húztuk a pannával. Tavaly készítettük még a lámpást. Nekem libás, és dobosokkal vonultunk. A felvonuláson azonban nem csak testvérek és szülők vettek részt, több nagyszülő is kilátogatott az eseményre. Valamikor, amikor az én unokám is még óvodába járt, akkor mindig mentünk mártonnapra, és most itt vannak az unokával, és akkor ők szerettek volna eljönni, és akkor elkísértem őket. Nagyon régóta, igen, nagyon régóta van ez már. Először csak egy óvodában volt ez a hagyomány, mert még külön voltak az óvodák, akkor addig minden óvodának volt valami más ilyen népi hagyománya, és itt a Kossuth-Lajos utcában volt óvoda, ennek volt a Márton nap a hagyománya, és az én unokám is ide járt, és akkor hát én is mindig akkor elkísértem. Jó idő van, az ember friss levegőn van, emberek közt van. Mackovics István bár unokáit kísérte, mégis saját lámpással érkezett. Ezt a kis maci alakú mécsest még annak idején 12 éve ezelőtt kaptam a bátaszéki óvodába, akkor még ott dolgoztam. Éppen mutattam a dadusnak, meg az óvónőnek, hogy még Maci bácsi megőrizted. Hát mondom, még szép, hogy megőrzöm. Fél ötkor indultunk, és akkor úgy jöttünk szépen sorba. Kicsit messze jöttünk, akkor megvártuk őket, mi jöttünk tovább. Én jövök mindig az unokákkal. A bátaszéki mikrotérségi óvoda vezetője elmondta, nagyon örülnek annak, hogy végre sikerült megszervezni az eseményt, hiszen tavaly a koronavírus járvány miatt ez elmaradt. Hát a gyerekek már egész héten erre készültek. A szokásos lampionokat elkészítették, aztán különböző népi mondákkal ismerkedtek meg, és hát egy színfoltja volt ennek a hétnek a mai nap során a kis alkalmi színjátszó kis társulatunk. A gyerekek dramatizáltak, előadtak egy kis színdarabot a Márton legendához kapcsolódóan. Ezt néztük meg, nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon ügyesek voltak a gyerekek. Hát úgy, hogy óvodán belül így készültünk rá. Ez igen fontos eseménye a mi óvodánknak. Mi hagyománytisztelő, hagyományőrző óvoda vagyunk, és a Mártonnapi ünnepsége szerves része a mi programunknak. Azért is örülök, meg örülünk, hogy megszervezhetük és itt lehetünk, mert az elmúlt évben erre nem volt lehetőségünk. És a másik pedig, hogy már nagyon nagy szükség volt arra, és szükség van arra, hogy a szülőkkel együtt ünnepeljünk és együtt töltsünk órákat, eseményeket, más körülmények között találkozzunk, mint az óvoda falai között. Rengetegen eljöttek, nagyon örülünk neki, nagyon sok szülő hozzátartozó jött ide a piasztérre. Az idei rendezvényünknek az is egy kicsit érdekessége, mássága, hogy nem az óvoda előtt tartjuk, hanem arra gondoltunk, hogy most kicsit újítunk, illetve ez az újítás is annyit jelent, hogy kicsit visszatértünk a régi hagyományhoz, eseményekhez, amikor elkezdődött ez a mártonnapi felvonulás, illetve hát szeretett lakoma, akkor itt a piasztéren szerveződött először. És emellett arra is számítottak, hogy idén sokan csatlakoznak majd hozzájuk. Nagyon örülünk és nagyon köszönjük a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és a Német Egyesületnek az együttműködését, segítségét. Kértük őket, hogy segítsenek az esemény megrendezésében. Felajánlották a házukat, ott kenték a szülők a zsíros kenyeret, oda vihettünk az ehhez szükséges eszközöket, padokat, székeket kaptunk tőlük, és hát nem utolsó sorban a fúvós zenekar, az ifjúsági fúvós zenekar is megörvendezteti a vendégeket. A megjelenteket meleg teával és zsíros kenyérrel vendégelték meg Márton nap alkalmából.
Nyolcadik alkalommal rendezett bált a Felvidéki Néptánc Egyesület. A szervezet társadalmi elismertségét igazolja, hogy folyamatosan nő a csoport mögötti támogatói kör. Valamint jelentős szakmai sikerként könyvelik el, hogy az Egyesület lányaiból megalakult énekkar aranyminősítést szerzett a Cinege Madár népdaléneklési versenyen. Jól gondold meg, kislány, elejét utolját, kivel kötöd össze életed virágát. Mert nem kölcsön kenyér, hogy visszaadhassad, se nem tiszta búza, hogy learadhassad. Ebből a néhány taktusból is kiderült, miért is nyert díjat a Kódusok Országos Szövetségénél és a Cinege Madár népdal éneklési versenyen a Felvidékiek Kódusa. Az együttes egyébként is sikeres évet tudhat maga mögött, számos meghívásnak tettek eleget, de a legnagyobb sikernek azt tartják, hogy a Covid után képesek voltak újra talplálni és ütőképes csapattá szerveződni. A társaság 8 éve döntött úgy, minden évben bált szerveznek, ahová barátaikat, támogatóikat is felhívják és vendégül látják. Van érdeklődés, az emberek szívesen jönnek ide hozzánk, velünk szórakozni, és nagy várakozással várjuk mi is ezt az estet. Én bízom abban, hogy egyre többen szeretnek meg minket olyan szinten, hogy szívesen töltenek velünk alkalmakat. És nem csak kimondottan bálról beszélek, hanem legyen az egy kirándulás, egy egyesületi est, egy karácsonyi műsor. Tehát az a tapasztalatom, hogy tényleg egyre többen jönnek, és egyre többen szeretik meg a csapatot. A felvidékiek Bátaszék szempontjából fontos szerepet töltenek be, hiszen ők a kapcsolat a város és felvidéki testvértelepülése Nagysalló között. Egy héttel ezelőtt egy rádióműsorban mutatkozhatott be Bátaszék, különböző értékeivel, építészeti értékeivel, természeti értékeivel, kultúrájával, és hát nagyon büszkék voltunk, hogy ezen a napon többek között a Felvidéki Néptánc Egyesületet is meg tudtuk mutatni országvilágnak, hiszen nem csak Bátaszék életében történt nagyon fontos kulturális szerepet, de azt gondolom határon átívelő kapcsolatokban is számíthatunk rájuk, hiszen ők a Kapocs felvidéki testvértelepülésünk Nagysalló, felvidéki magyarság és az anyaország magyarsága között. Ez a rendezvény meg kimondottan kedves, azt gondolom mindenki számára, hiszen egy nagyon barátságos, nagyon családias hangulatú esemény keretében egy kicsit lazábban, kötetlenebbül tudunk beszélni és ápolni a felvidéki hagyományokat is. A rendezvény arra is alkalmat ad, hogy mérleget vonjanak az Egyesület elmúlt esztendejéről. Ugye számos nívós rendezvény volt az Egyesület életében ebben az évben. Ugye idén van az áttelepítésnek a 75. évfordulója. Ez által is sok program volt, amin részt vettünk, és tényleg olyan helyen képviseltük Bátaszéket, a Bátaszékre telepített felvidékieket, ami nekünk is nagy büszkeség. Sok helyen megmérettük magunkat, részt vettünk programokon, és ez lehet, hogy csak egy továbbképzés, lehet, hogy csak egy szakmai fórum, de mindenhol elkezdtünk számítani, tehát örültek nekünk, hogy egyre aktívabbak vagyunk, és előre haladunk. Az az igazság, hogy bár Felvidék Néptánc Egyesület, hogy ez a nevünk, de mondjuk saját magamra is értve nekem például nincsenek felvidéki felmenőim. Azt is tudni kell, hogy Bátaszékre nagyon sok, vagy több helyről telepítettek felvidékieket, tehát nem beszélhetünk egy egységesen ide került tánckultúráról, már csak azért sem, mert Felvidék abban az időben, hogy a második világháború végéről beszélünk, egy polgárosodottabb vidék volt, mint a miénk,
Tehát akik ide kerültek, ők már igazából ilyen parasztpolgárok voltak, aránylag jómódúak, ugye sok mindent hozhattak, nem egy batyúval kellett elmenekülniük, hanem ugye a lakosság csereegyezmény alapján, ugye nem tudom én, egy családnak volt 2-3-5 vagon, ahol berakadta az értékeit. Tehát igazándiból az a helyzet, hogy azért is működik így ez a szakmai modell, amit az előbb elmondtam, mert itt helyben fellelhető táncanyag ilyen gyakorlatilag nincs. Gyakorlatilag nincsen. Ezt azóta teljesen feledésbe merült. Arról sincs információ igazából, hogy amikor ide kerültek a felvidékiek, hogy akkor esetleg tartották volna. Valószínűleg azért, mert egy faluból olyan kevés ember érkezett, a többiek meg máshonnan, hogy igazából mód vagy lehetőség sem volt arra, hogy mondjuk rendezenek egy olyan bált vagy táncmulatságot, táncos összejövetelt, ahol megjelenhetett egy ilyen egységes táncanyag. Ezért aztán külső standardok és koreográfusok állítják össze a produkciókat. A következő időszak nehézségeit az energiatakarékossági intézkedések miatt várható intézményi bezárások okozhatják. Egy egyesület, egy csoport életében a heti rendszeresség, tehát hogy hetente találkozzunk, összegyűjjünk, táncoljunk, próbáljunk, elengedhetetlen. Most, hogyha ez megszűnik, akkor utána a több hónap elteltével, vagy csak hetekről is, ha beszélünk, mindent előről kell kezdeni. Mindent újra az elejétől, az alapoktól. Ezt egyszer már meg tudtuk tenni a Covid után. Én bízom benne, hogy ha a legrosszabb bekövetkezik, a csapat azt is túléli, azon is túl leszünk, és töretlenül működünk, ugyanúgy a 4 korcsoportunkkal, a 3 gyerekcsoporttal, az 1 felnőtt csoporttal. Én azt gondolom, hogy Bátaszéken, ahol ennyi lehetősége van a gyerekeknek, egyesületek tekintetében, és mi 3 korcsoportban tudunk gyerekekkel dolgozni, ez nekem személyesen is, mint vezetőnek, de én azt gondolom, hogy az egyesületnek, a népcsoportnak is hatalmas büszkeség és nagyon jó érzés, mert működünk és jönnek, és szeretnek velünk lenni, és vagyunk. De ez az este a szórakozásról szólt. A csapat arra készült, valami újat mutat meg önmagából, és ehhez néhány helyi muzsikus bevonásával partnereket is találtak. Azt mondják, a népdalok feldolgozásával valami új is elkezdődött az életükben. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!